Kevés dolog van, amit jobban utáltam életem során, mint azt az embert, aki a másik háta mögött beszél róla, hiszen egy dologban biztosak lehetünk, hogy ha nekünk beszél valakiről, akkor rólunk is beszél valaki másnak, mikor mi nem vagyunk ott. Azonban mióta ezt az utat járom, rájöttem, hogy ez a probléma alapvetően aláássa azt, amiért mindannyian dolgozunk, ami egy olyan közösség, ahol az emberek valóban egy nagy családnak számítanak. Ráadásul a világ valamilyen formában még jutalmazza és bátorítja is ezt a fajta viselkedést, hiszen körbe vesz bennünket ez a szánalmas magatartás. Következő versekkel azt szeretném megmutatni, hogy nem csak én vagyok az, aki utálja ezt a magatartást, hanem Abba Yahuwa szintén. Ha valami mondandóm van valakivel kapcsolatban, akkor vagy elmondom annak, akire az tartozik, vagy pedig nem mondom el senkinek. Azzal fölösleges áltatni magam, hogy én jót akarok, vagy ezt akarom, vagy azt akarom, vagy ez csak a véleményem, hogy meg kell beszélnem valakivel ezt. Ha valakivel meg kell beszélnem, akkor már miért nem azzal beszélem meg, akiről beszélek? Ha meg vele nem beszélem meg, akkor meg annyira nem lehet fontos. Nézzük meg villámgyorsan, hogy mi is a fecsegés az arcanum.hu szótár szerint. Ez egy negatív viselkedésforma, rosszalló, komolytalanul játékosan, időtöltésből, megfontolás nélkül, feleslegesen és sokat beszél valaki, vagy locsog. Van egy másik jelentése is, meggondolatlanul, titkot nem tartva felelőtlenül sokat beszél. Ez maga az ige, úgy mint fecseg. Itt van a főnév, ami fecsegés. Haszontalan, tartalmatlan, üres beszéd. Locsogás. Alaptalan beszéd vagy pletyka. Itt van a szójelentése.com oldalról a pletyka szó, ami annyit tesz. Alaptalan híreket támasztó és terjesztő licsilocsi beszéd kiváltképpen olyan, mely többeket gyanúba, rossz szóba hoz, mely szájról szájra adva bonyolultabbá lesz. Kordébeszéd, hiába való szószaporítás, célcsap, hivalkodó beszéd. Asszonyi pletyka. Érdekes módon a szláv pletka szónak hasonló jelentése van, úgy, mint hogy fonni, valamit össze-vissza szőni, vagy gúzsolni. Hiszen az, aki részt vesz ebben a fecsegésben, vagy a pletykában, az szövi, bonyolultabbá teszi az életet. A többi ember számára belekever embereket más dolgába, így szövevényessé lesz az élet. Ez pedig wikiszótár, a pletyka az rossz indulatú szóbeszéd, mendemonda egy személyes ügyet, illetve kitalált vagy elferdített esetet alattomosan mások előtt kitárgyaló, kiteregető, felelőtlen vagy ártó szándékú híresztelés, mely az érintett személy becsületét érinti őt gyanúba, rossz hírbe hozza. Átvitt értelemben a híresztelésnek a terjesztése rossz indulatú szóbeszéd megnyilvánulása, bizalmas fecsegés, pletykálás. Hogyha egy szeméről van szó, akkor híresztelő személy, aki felelőtlenül, rossz indulatúan, alattomosan terjeszti az ártó szándékú szóbeszédet. Ezek alapján kezdjük is el, és nézzük meg Misli példabeszédek 26-os fejezetben a 20-as verset, amely így szól. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz. Ha nincs susárló, megszűnik a háborgás. Ez a susárló, ez nem más, mint egy intrikus, egy rágalmazó. Az, aki rossz májú vagy gonosz nyelvű ember. Szó szerint egyébként mormogó, sutyörgó vagy susmorgó. Még annyit hozzátennék, hogy a rágalmazó, illetve a gonosz nyelvű, de különösen a rágalmazó az satán, ami pontosan ezt jelenti úgy, mint hogy az ellenség, a valaki, aki rágalmazza az embert, hiszen Yahuwa előtt ő rágalmazza. Nem véletlen az, hogy az atya ezt nem fogadja el, ezt a viselkedés formát, hiszen ez azonos azzal, amit az ellenség folyamatosan csinál. Ez a susárló, a háborgás pedig nem más,
mint vita, vitatkozás, veszekedés, perlekedés vagy szócsata. Ez a probléma ezzel a viselkedéssel, a fecsegéssel, a pletykával. Az a probléma vele, hogy háborgás szül. Vitát szül és ellenségeskedést az emberek között. Persze lehet, hogy ez nem az a kiváltó ok, ahogyan ez elindul, vagy ahogyan valaki ezt elkezdi, attól függetlenül még ez lesz belőle. Mindenki utálja azt, ha róla szó van a háta mögött, és ő nincs ott, hogy elmondja azt, hogy mi az ő véleménye, vagy a saját igazát kifejtse. Ez a probléma ezzel a viselkedéssel. Egyből mehetnénk ahhoz, akivel problémánk van, de nem ezt tesszük, hanem beszélünk róla másnak, és azt mondjuk, hogy ó, mi ezt csak azért tesszük, mert ezt meg kell beszélni, vagy el kell mondanom, vagy ezt meg kellett osztanom valakivel. Miért nem osztjuk meg azzal, akire tartozik, vagy akiről beszélünk, ahelyett, hogy valaki másnak mondjuk ezt. Olyan ez, mint a tűz, amire folyamatosan fa kell, a háborgásnak kell ez az ember, illetve ezek az emberek is, ez a magatartásforma ahhoz, a vitához és az emberek közötti veszekedéshez szükség van ezekre az emberekre, akik ezt gerjesztik, úgy, mint ahogy a fa élteti a tüzet. Sőt, nyomatékosítja ezt a 21-es versben, mikor azt mondja, hogy mint eleven szénre a holt szén, és fa a tűzre, a háborúság szerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. A háborúság ugyanaz a szó, mint az előbb volt Madon, úgy mint vita, vitatkozás, szócsata, veszekedés. A patvarkodás pedig vita vagy veszekedés, civakodás, perpatvar, úgy mint rib. Számos alkalommal olvashatjuk, hogy Jahua haragra gerjedt Izrael ellen, amiért ők úgy viselkedtek, ahogyan. Ebben az esetben azonban a semmiből keletkezik ugyanolyan harag, illetve veszekedés, perpatvar, mint ami akkor okkal keletkezett. Hiszen van ember vagy emberek, akik a tűzre tesznek, akik életben tartják a tüzet, sőt, akik gerjesztik ezt a tüzet a viselkedésükkel. Szóval az, ami abban az esetben, amikor Jahua haragra gerjed, okkal történik, az a pletyka, vagy a fecsegés esetében ok nélkül, de a végeredménye ugyanaz, az pedig harag, háborgás és perlekedés. Pontosan úgy, ahogyan az izzó szénre, mikor rárakjuk a holt szenet, és az szépen lassan izzani kezd és meggyullad, vagy a fa elég a tűzön. 22-es versben így folytatja, a fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. A fondorló pedig ugyanaz, aki itt susárló volt, ez Nergán, és ez szintén ugyanaz, aki rágalmaz, intrikus, aki ezért mondja azt, hogy mintha szövevényes lenne, vagy szövögetne, az intrikus pontosan ezt csinálja. Itt beszél, ott beszél, erről beszél, arról beszél, és így egy hálózatot sző az emberek között, ahogyan terjeszti ezt a pletykát. Mellesleg a kifejezés, hogy hízelkedő, ez nem más, mint laham. Úgy, mint hogy mohom, befal vagy behabzsol valamit. És amiről beszéd itt az az, hogy a fondorlónak a szavai, ugye, de bár, olyan, mint egy csemege, mint az, amit az ember hirtelen lenyel, vagy meg tud enni, hiszen finom. Pontosan ezt írja egyébként a katolikus, a rágalmazó szava mohón lenyelt étel, mely behatol a testnek belsejébe. Azért, mert nem igaz, mert úgy szövi, úgy mondja ezeket, hogy jónak tűnik, olyan, mintha segítene szeretne, pozitív lenne az, amit mond. Ezért fejezi ki azzal, hogy mintha valami csemege lenne, vagy mohón le tudná nyelni az ember. Azonban, amikor bekerülnek az ember szervezetébe, áthatják azt, és nagyon érdekes, ahogy kifejezi, az áthatja egyébként olyan, mint leereszkedik, vagy lemegy, levonul, alászáll, lefelé megy mindenképpen, ez az, amit jelent, lehatol, bejut. Valaminek a mélyéig elhat. A szív pedig beten, és nem leb vagy lebab, hanem hasüreg vagy has, de egyébként átvitt értelemben a benső, valaminek a középső része, a test. Ez a szív, a belseje pedig nem más, mint cheder, úgy, mint egy belső szoba. Tárolóhelyiség vagy kamra, valaminek a legbensőbb része. Szóval ezek a szavak jól hangzanak, jónak tűnnek, segítőkésznek, pozitívnak hangzanak, azonban behatolnak az ember testébe, és átjárják azt teljesen, egészen a legbelsejéig.
és elindítanak egy gondolatmenetet, és azután az megfertőzi az embert, és az tovább fertőzi a többit. Így terjed ez a pletyka, ez a probléma vele. Sőt, a 23-asban ezt írja, a meg nem tisztított ezüst, melyel valami agyag edényt borítottak be, a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett. Lehet, hogy a Káldi kifejezi ezt jobban, amikor azt mondja, hogy a silány ezüsttel bevont cserépedény, ilyen a sima száj a gonosz szív mellett. Magyarul értéktelen mind a kettő. Olyan, mintha értékes lenne, azonban ez az ezüst, ez meg nem tisztított, de egyébként silány. És a szó, amit használ egyébként a meg nem tisztítottra, az valami visszavonuló vagy visszavonulás, hátralc, valami, ami megmarad, és ez nem más, mint a salak, ami az olvasztás során kinyert nemesfém után visszamarad. Szóval a salakos ezüst, vagy ez a visszamaradt ezüst, silány minőségű, ezzel van bevonva ez az agyag edény. Úgy néz ki, minthogyha értékes lenne. Azonban még az, amivel be van vonva, az is silány minőségű vagy értéktelen. Ilyen ez az ember, aki szépen beszél, azonban a belsejében, a szívében gonoszság uralkodik. 24. Az ő beszédivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében álnokságot gondol. Ez száné, úgy mint valaki, aki gyűlöl vagy gyűlöletessé tesz, vagy meggyűlöl valakit, vagy utálni valamit, ez száné. Pontosan úgy, ahogyan az ezüsttel, a silány ezüsttel bevont agyag edény másnak tetteti magát, mint amilyen. Ezt boncolgatja egyébként tovább, mikor azt mondja a 25. versben, hogy kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá, mert hét iszonyatosság van a szívében. 26. Elfedeztethetik a gyűlölség csalással, azaz egy ideig lehetséges ezeket a felszín alatt tartani, illetve szövögetni ezt a dolgot, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben, azonban előbb-utóbb a kahal, vagy ez a közösség ki fogja deríteni, hiszen nem lehet ezt a felszín alatt, a hazugságot úgy is ki fogja deríteni, hiszen Yahuwah felszínre fogja hozni ott, ahol az emberek igazak és járják az utat. Teljesen mindegy, hogy mennyi próbálkozik ez az ember. A szó egyébként kasáh, úgy mint befed, vagy elfedez, vagy eltakar. Ugyanaz a szó, amit használt, mikor elfedeztetik az emberek, vagy befedik az emberek arcát, mikor búsulnak, vagy pedig bűnösök. És erre volt számos példa, Dávid például Jeremiás idejében is volt, mikor a pásztorokról ír, hogy szárazság volt, és elfedeztették az arcukat, vagy Dávid, mikor Absalom elől menekült, de Hámánnak is befedezték az arcát, és az mind kasá, ez az a szó, amit használ, mint egy lepel, a gyűlölség, vagyis az a harag, ami az emberben van, ez a gyűlölet, vagy utálat, ez csalással elfedeztetik, az a hazugságból, ez a probléma, hogy valamilyen más ok van az emberben, és ezt elfedezi egy hazugsággal. Egyébként ez nem más, mint ármány, vagy csel, forté, rászedés, hazugság, valaminek a takargatása, vagy leplezése. 27. Aki vermetás, abba beleesik, és aki felhengeríti a követ, arra visszagurul, hiszen Yahuwah ideig, óráig tűri az embernek ezt a viselkedését, és ad időt arra, hogy megtérjen az ember, azonban napvilágra hozza, és ő meg fogja ezt büntetni. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez. Ez chalak, a hízelkedő száj, és ez nem más, mint sima, valami, ami csupasz, vagy kopasz, sima nyelvű, hízelgő. Úgy, mint hogy a külső elfedi a beszéd ártalmas voltát, hízelgés. Azért is adtam a címnek az, hogy fecsegés vagy pletyka, hiszen ez magába foglal rengeteg különféle dolgot, az ártalmatlan szóbeszédtől egészen addig, amiről már itt beszél, amikor valaki szándékosan valamilyen negatív dolgot terjeszt a másikról, ami ráadásul még nem is igaz, hanem egy hazugság, hiszen a hazug nem más, mint seker, úgy, mint csalás, vagy megtévesztés, félrevezetés, becsapás. De egyébként álnokság, vagy kétszínűség, vagy gazság, hazugság, valótlanság, hamisság, valami utánzat, vagy gagyi.
Láthatjuk azt, hogy eljutottunk a fecsegéstől, úgy, mint a susárlótól, egészen addig, amikor valaki hazug nyelvvel megrontja a másikat, és a hízelkedő szájával romlást szerez, vagy pusztítás. Botlás egyébként, botladozás, botránkozás, vagy pedig bukás. És szerintem arra utal, hogy az ember megbotlik az úton, amit Yahuwah kijelölt számára. Azzal, hogy ilyen-olyan dolgokat terjesztünk a másikról, vagy a másikról beszélünk, azzal több embert is, magunkat beleértve veszélybe sodorjuk, hiszen ez a magatartás, ez nem elfogadható Yahuwah számára. Amellett, hogy még több más embert is így bele kényszerítünk ebbe a folyamatba. Biztos vagyok benne, hogy ez a probléma nem oldódott meg soha, hiszen mind a mai napig fennáll, sőt, talán ebben a világban, amiben mi élünk, ez most virágkorát éli. Jakab vagy Jakob így ír erről. Hármas fejezet, ötös versben. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. És még mindig a tűzről van szó, ugyanúgy, ahogy az előbb, ahol is a holdszén az elemenszénre, vagy a fa a tűzre került. Itt is arról beszél, hogy az ember a nyelvével, azaz azzal, amit mond, képes tüzet gyújtani, a tűz pedig mindig is a harag, a viszály, a veszekedésnek volt a képe. Szó szerint a naptó annyit tesz, mint ugye, hogy erdőt felgyújt, meggyújtani valamit, vagy pedig felgyújtani. Lobog, megéget, megperzsel, vagy megemészt. Hatos vers. A nyelv is tűz. A gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja az élet folyását, lángba borítatván a gyehennától, ugye ő maga is. Szinte tükörképe annak, amiről Misli példabeszédek írt az előbb. A belüllevő gonoszság az, ami kijön az ember száján, és az egész testet megrontja, megszeplősíti, ez a kifejezés bemocskol, vagy beszennyez. És a szó, amiből ered, az úgy, mint szennyfolt, vagy szégyenfolt, vagy valamilyen szeplő, valamilyen hiba az emberen, az egész testet megfertőzi ez a dolog. Az, ahogyan az ember beszél. És lángba borítja az egész életet, úgy, hogy önmagát is elpusztítja. Amiről ír, hogy életünk folyását, ez egyébként nem más, ugye eredet születés, származás vagy keletkezés, de egyébként természet a folyása, pedig valaminek, ez egy kerék, vagy a körforgás, vagy az életút, az egész életünket elpusztítja az, hogyha az ember nem képes megfékezni a nyelvét, mint ahogy nagyon-nagyon sokan nem tudják ezt még mind a mai napig megtenni. A legtöbb dolog, ami az ember eszébe jut, az szemét, haszontalan gondolat. Erről beszél itt Jakób is. 8-as versben ezt írja, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. A szelidítheti, ez a kifejezés, ez de mazzo, úgy mint igába hajt, vagy járomba hajt, megfékez valamit, leigáz, legyőz. Meg szelidít egyébként. Fegyelmez, vagy engedelmessé tesz. Ezért mondtam azt, hogy számoljon el mindenki tízig, mielőtt megszólal, hogy tegye engedelmessé. Igába hajtsa a nyelvét, mielőtt beszél, ő legyen az az ember tudatosan, aki irányítja azt, amit mond, ne pedig csak mondja. Ezzel áldjuk Elohimet, az atyát, és ezzel átkozzuk az embereket. Pontosan úgy, ahogyan a fecsegő vagy a pletykálkodó ember teszi azt. Az atyát áldja, és ő a mindene, de ugyanakkor a fele barátjáról annak háta mögött beszél ilyen-olyan dolgokat, pozitív, negatív, hasznos vagy haszontalan. És a másik emberről pedig így beszél, aki Elohim hasonlatosságára teremtettek, azt az embert erről ő így beszél. 10-es vers, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok, atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni, nem lehetséges, hogy a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezett édest és keserűt, avagy atyám fiai teremhet-e a fügefa olajmagvakat, a szőlőtő fügét, azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Vagy pedig a szamár és az ökörrel nem lehet szántani, nem lehet a ruhát összeszőni, különböző magvakat vetni a földbe, egy nőnek nem lehet 100 partnere, mindenkinek oldalt kell választani és fel kell nőni a feladathoz egyszer és mindenkorra. Megérteni azt, hogy ami a világban működik,
az Yahoo-nál nem fog működni. A következő, amit megnézzünk, az Vaikra 19-es fejezet, 16-os vers, és ezt remélhetőleg mindenki nagyon jól ismeri. Ez a kifejezés, amit használ, ez szó szerint azt jelenti, hogy pletyka vagy rágalmazás. Ne járj rágalmazóként a te néped között, és ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen. Magyarul ne öld meg azt az embert, ez egyébként dám, szó szerint vér, de arról beszél, hogy ne öld meg. Ami érdekes számunkra az az, hogy ne járj rágalmazóként a néped fiai között, azaz ne pletykálkodj. Ne beszélj a másikról, nem kell csak elmondani, meg ez csak az én véleményem, meg én úgy gondolom, meg csak meg kellett osztanom, meg ezek a dolgok, ezekre nincs szükség. Arról beszél, hogy ne pletykálkodj, ne rágalmazd a másikat, de egyébként hírmondó, vagy informátor, besúgó, vagy pedig pletykafészek. Ez semmilyen formában nem fér meg azzal, amit mi próbálunk csinálni. Ez a viselkedésmód teljesen mindegy, hogy mennyire ártalmatlannak tűnik, és megöli a közösséget, hogyha az nem tesz valamit ez ellen. És nem véletlen az, hogy két verssel később olvashatjuk azt, hogy szeress felebarátodat, mint magadat, én vagyok Jahua. Nézzük meg Misli példabeszélek 16-os fejezetből a 25-ös verstől, mely így szól. Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de a vége a halálnak útja. Nem véletlen az szerintem, hogy ez itt szerepel, és meglátjuk, hogy mi az, ami követi, de arról van szó, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az, amit csinálunk, az helyes, vagy mi a jó ügyért küzdünk, vagy ez egy pozitív cél, vagy jót teszünk úgy általában. Azért, mert a saját szemünk előtt ez igaznak tűnik, ennek ellenére a vége az a halálnak útja. Talán innen ered az a mondás a világnak, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, hiszen a fecsegés és a pletyka az általában legalábbis sokszor így indul, vagy így is folytatódik, illetve így vesznek részt benne az emberek. Úgy gondolják, hogy amit cselekszenek, az jó, meg kell beszélni, ezt ki kellett beszélnem, el kellett mondanom, meg kellett osztanom, stb. Nézzük a 27-es verset. A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkai, mint egy égő tűz van. Ez a haszontalan ember, ez ismerős lehet mindenkinek, hiszen ez Belial. Értéktelen, haszontalanság, hitványság, elvetemült, aljas, rombolás, romlás, pusztulás. Ez az ember minden munkájával csak gonoszt és pusztítást és ellenségeskedést szerez az emberek között. Az ő ajkain pedig égő tűz van, nem véletlen, hogy előkerül az és a tűz újra. Folyamatosan a tűzhöz hasonlítja ezt a pletykát, a beszédet, azt, ami fölösleges, vagy azt, ami szándékosan az embereket egymás felé fordítja, hiszen a tűz is úgy indul minden esetben, hogy egy ponton kigyullad, ami általában kicsiny és egyszerű lenne eloltani, azonban ha nem veszi észre az ember, mint ahogy általában a pletykával, vagy ezzel a fecsegéssel van, akkor utána elterjed, és azután leégeti az egész házat, és elpusztít minden, mi az útjába kerül. Ez a gonosz ember, ez a 28-as vers, versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat. Ez a versengés, ez vita, vitatkozás, ugyanaz, ami az előbb volt. Madon, perlekedés, szócsata, ez az, amit előidézünk azzal, hogyha terjesztünk bizonyos dolgokat, ha beszélünk másokról, más ügyeiről, azok háta mögött. Versengés nem olyan értelemben, mint egy verseny, hanem vita, vitatkozás. Ez lesz a vége, és a susárló ugyanaz. Nergán, ez aki intrikus, aki rossz májú, aki mások háta mögött beszél, aki gonosz nyelvű ember. És ez elválasztja a barátokat azzal, amit csinál. Ide nyugodtan beleérthetjük azt is, aki nem szándékosan csinálja ezt, hiszen a vége így is úgy is ugyanaz, ahol elkezdenek emberek beszélni a másikról, kialakulnak csoportok, és azután ezek között viták, ellenségeskedések keletkeznek, csoportok a csoporton belül, és elválasztja a barátokat. Mindez azért, mert lehetővé tette a csoport ennek az embernek, hogy ezt a tevékenységet folytassa. Ezért mutattam meg az elején azt, hogy van olyan út, mely igaz az ember szem előtt, de a vége a halálnak útja. Hiszen sokszor az ember részt vesz ebben, teljesen gyanútlanul, és azt hiszi, hogy ez csak egy ártalmatlan
párbeszéd. És ezt nem hagyhattam ki, de ez a következő fejezet, Misli példabeszédek 17 és a 9-es vers így szól. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Azaz, aki a szeretetet keresi, ugye a szeretet nem más ebben az esetben, mint a chába. Szeretet vagy szerelem. Ez a legális Elohim előtt elfogadott szeretet, szerelem szava. Egyébként az achábba ered, ami annyit tesz, hogy szeretet. Szóval aki kutatja ezt, aki ezután kívánkozik, aki követeli ezt, aki igényli ezt a szeretetet, az elfedezi a vétket úgy, mint ksá, amiről az előbb beszéltünk, mikor befette az ember az arcát szégyenében vagy bánatában. Teljes mértékben elfedezi. Ez az, amiről beszél. A törvénysértést, vagy a bűnt, vagy az áthágást, vagy a túllépést elfedezi az az ember, aki a szeretetet keresi. Nem arról van szó, hogy eltűrjük azt, hogy bűn legyen köztünk, arról van szó, hogy azt a rendszert követjük, amit meghatározott számunkra Jehova. Elmegyünk az emberhez, és elmondjuk neki, hogy mi a véleményünk. Vagy viszünk két-három másikat, és megtárgyaljuk vele. Ez az az út, amit az igazak járnak. Így érti azt, hogy elfedezi. Nem pedig úgy, hogy beszélünk valakinek a háta mögött. Elmondjuk, hogy ez ezt csinálta, vagy ez szerintem így van, vagy így kéne csinálni, nem, vagy ez így jó, így lenne jó, ez ezt mondta, az úgy gondolkozik, az azt viselte, az ezt írta itt, azt mondta ott. Oda megyünk ahhoz, akivel probléma van, vagy egyszerűen csak befogjuk a szánkat. Az a legjobb, az mindig a leges legjobb. Elszámolunk 10-ig, és átgondoljuk szépen, hogy érdemes-e megszólalni. Valami, ami értéket képvisel, amit mondanánk. Általában nem lesz egyébként, de nézzük, hogy mi az, amit ír a 9-es vers. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat, vagy a barátokat is. Egyébként a barátságos, a szelíd, szófogadó vagy kezes, barát, bizalmas vagy egy közeli hozzátartozó. Mindenki ismeri ezeket az embereket, hiszen mindenhol ott vannak. Folyamatosan mondja és mondja ugyanazt a dolgot. De azért mégis, meg valamit csak tenni kéne, meg ez így van, meg ez ezért nem jó, meg az azért nem jó. Ha egyszer valamit letisztázunk, megbeszélünk, onnantól kezdve annak vége van. Azért fedezi el az, aki a szeretetet keresi. Meg van beszélve, el van felejtve, tovább megyünk. Az, aki állandóan ugyanazt a dolgot előhozza, és keres magának partnereket ebben, az szépen lassan elválasztja egymástól az embereket. Addig suttog, addig beszél a másiknak a fülébe, amíg meggyőzi azt, keres magának partnereket, csoportokat a csoporton belül, és ismét odajutunk, ahova az előbb. Kigyulladt a tűz, és van, aki táplálja ezt, és aztán az leégeti az egész házat. Itt van egyébként a megoldás is rá néhány versen lejjebb a 14-esben, mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete. Ez a háborúság ugyanaz a madon, mint vita, vitatkozás, veszekedés, perlekedés vagy szócsata, amiről eddig szó volt. Olyan, mint az árvíz. Tűzhöz hasonlítja, aztán pedig a vízhez hasonlítja. Az özönvíz elpusztította egyszer a világot, a tűz pedig hamarosan el fogja pusztítani másodjára. De ez a vitatkozás az emberek között, a perlekedés, az összetűzés, ez olyan, mint az özönvíz, vagy mint a tűzvész. Aki ezt kezdeményezi, az lerombolja és képes lerombolni a közösséget. Itt van a megoldás, hogy mi az, amit tennünk kell, és mi az, amit tehetünk. Azért minek előtte kihatna, mielőtt elkezdődne ez az egész, ez galá, feldühödik, ingerülté válik, felhergeli magát, vagy kirobban. Mielőtt elkezdődne ez az egész, mielőtt valaki még feldühödne, hagyd el a versengést, azaz a vitát, vagy civakodást, ezt a perpatvart, hagyd abba, legyen valaki okosabb, aki visszalép és azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, én ebben nem veszek részt, mondd el neki, hagyjál engem békén ezzel az egésszel. Különben, ha nem ezt tesszük, akkor mi is rátesszük erre a tűzre a saját kis holt szenünket, a saját fadarabunkat, hogy tovább életben tartsuk a tüzet. Pontosan ez az, amire szükség van ehhez, hogy mindenki rátegye a sajátját, és elterjedjen ez a tűzvész. Vagy pedig leromboljuk szépen együtt a gátat, és elszabadítsuk az árvizet. És ahogyan mondtam,
Mindig az a legjobb, ha az ember csöndbe marad, és ezt bizonyítja a 17-es fejezet misli vége, a 27-es 28-as vers, mely így szól. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Aki megtartóztatja, az visszatartja, visszafogja, féken tartja, vagy megfékezi a saját nyelvét. És az ő beszédét úgy, ahogyan azt Jakób tanácsolta. Ez egy örök probléma, és mindig is az lesz, hogy az ember úgy gondolja, hogy el kell mondania azt az ostobaságot, ami a fejében van, meg kell osztania valakivel. Azonban ez nem jó. Erről beszél Jakób, erről ír itt Salomo. Az tudós ember, ez a szó, ez jadá, úgy, mint valaki, aki tudatában van, vagy tud, megismer valamit, érzékel, megtapasztal, képes különbséget tenni, megfontolt, akinek van ismerete vagy tudása. Aki csöndben van, az egy megfontolt, intelligens ember, hiszen képes féken tartani a nyelvét, amiről Jakób beszélt. Aki higgadt lelkű, hűvös, hideg, megfontolt, önmérsékletre képes, higgadt, az egy értelmes ember, ez tabuná. Megértés, felfogás, értelmi képesség. Mi az, amire szükségünk van? Chokmá, tabuná és daát. Bölcsesség, tudás és értelem. Az, aki csöndbe marad, az fél úton jár. Sőt, még a bolond is. Az esztelen, az ostoba, amikor hallgat, amikor csöndbe van, vagy tervez, vagy kigondol, vagy kieszel valamit. Bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. Azt hiszem, hogy ez magáért beszél ez az egész. Rengetegszer elmondtam már, de ezt nem lehet elégszer ismételni. Amíg csöndben marad az ember, abból nem lehet probléma. Még egy bolond is értelmesnek tűnik, amíg csöndben van. De úgy tűnik, hogy Jahusá Hamásiák szintén egyetért ezzel, hiszen Matit Jahu 15-ös fejezetben a 11-es vers így szól. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az ember. Természetes, hogy nem arról beszél, hogy bármiféle dögöt meg lehet enni, ennek semmi köze nincs az egészhez. Amit mond, az az, amiről az elmúlt fél órában szó volt. Nem az teszi közönségessé, vagy vallási értelemben, rituális értelemben tisztátalanná az embert, azaz fertőzteti meg, ami bemegy a száján, magyarul amit megeszik, hanem ami kijön a száján, az az, ami megfertőzteti az embert. Egyébként ez a koinos szóból ered, amit itt használ, és annyit tesz, hogy közönséges, vagy rituális értelemben tisztátalan. Megpróbálja nekik elmagyarázni épp úgy, ahogyan az történik most, hogy mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe, azaz, amit meg lehet enni, és amit megeszel, azután átmegy az emberen, és kijön, ahogy azt mindenki tudja. Azonban, ami az ember száján kijön, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az ember. Hiszen ami az ember száján kijön, az elárulja, hogy mi van az ember belsejében. Ez a szív, kardia, az ember közepe, központja. A fizikai, lelki és a szellemi élet központja. Hiszen a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok és káromlások. Ezek azok, amik megfertőztetik az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az ember. Az, amit beszél az ember, az fogja eldönteni a sorsát így vagy úgy. Ezért okos és értelmes a bolond is, hogyha csöndbe marad, hiszen abból nem lehet baj. Végül pedig be fogjuk fejezni Kohelet prédikátor 3-as fejezet 7-es verse, mely így szól. Ideje van a szaggatásnak, és ideje van a megvarrásnak, ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. A szaggatás az kra, úgy mint eltép, elszakít, megszaggat valamit. A megvarrás pedig összevar. Megvan mindennek a maga ideje. Erről szól egyébként Kohelet 3-as fejezet. Elválasztani valamit, vagy pedig összerakni valamit, illetve a hallgatásnak az, amikor az embernek be kell fogni a száját, ez hsa, csendben lenni, csendesnek lenni, nyugton lenni.
mint a bolond, amikor csendben van, értelmesnek tűnik, eszesnek, amikor hallgat. De ugyanakkor megvan az ideje annak is, amikor az ember szólhat, ez pedig dabár, úgy mint a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolat. Szól, beszél, beszélget, vagy társalog. Mindennek megvan a maga ideje. Nem arról van szó, hogy nem lehet soha semmit mondani, de érdemes hallgatni előbb, átgondolni, hogy van-e értelme kinyitni a számat, és elmondani, ami a fejemben van, vagy esetleg jobb, hogyha nem mondom el. Általában jobb, hogyha az ember nem mondja el, de ha el is mondja, akkor annak megvan a maga ideje. Azért mondja, mert lehet, hogy jobb, hogyha átgondolja az ember, másként tudja megfogalmazni, vagy pedig eljön majd az a pillanat, amikor el kell mondani azt. És közben van ideje elvinni ezt a dolgot Jahua elé, kikérni az ő tanácsát, hogy mi az, amit ő javasol, és akkor lesz majd mindennek maga idejében a megfelelő hatása, és akkor tudjuk a közösséget erősebbé tenni azzal, amit mondunk, nem pedig gyengébbé. Még annyit hozzátennék, hogy elkészültek a Jahua útja könyvjelzők, melyek a legfontosabb versek segítségével lépésről lépésre bemutatják azt az utat, amit a csatornán megismerhettetek. Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy mindenki megtanulja ezt, illetve hogy másoknak segíthessünk, hogy jobban megismerjék, mi is az az út, amit mi járunk. Ezek segítségével egyszerűen el tudjuk juttatni az üzenetet azokhoz, akikhez szeretnénk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!